Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. De elmondhatjuk, hogy az árakra, az árszínvonalak alakulására fogunk koncentrálni ezen a héten. Az inflációra, ami a rendszerben van. Igen, igen, igen. Erről fog nekünk részletekkel szolgálni Epik Győző, az OTP elemzési központ elemzője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Na, sorrendben... Köszönjük az Egyesült Államokba, igen. Annál is inkább, mert nagyon helyesen világított rá Gede kollega, hogy február 10-én derül ki, hogy ott hogyan alakul az infláció, mik a vállalkozások, mik a kilátások. Az inflációs adatok, hát így az elmúlt években azért sokszor így a háttérbe szorultak, és hát a legtöbb, vagy legalábbis elég sok elemző úgy véli, hogy az infláció lehet az, ami gyakorlatilag az előttünk álló. Hát nehéz mondani, hogy mennyi idő, de mondjuk azt lehet mondani, hogy az idei meg a jövő év szempontjából egészen bizonyosan egy meghatározó makrogazdasági tényező lesz. Mégpedig nyilván azért, hogy ugye a tavalyi év a fejlett országok többségében egy 2009-hez hasonló mértékű visszaesést okozott, sok országban még annál is nagyobbat. Viszont ennek ellenére ugye az infláció most ugye azt leszámít, hogy amikor tavasszal összeomlottak az olajárak, és ez a mélybe rántotta ideiglenesen az inflációt, de ugye az alapfolyamatok szintjén, tehát ilyen maginfláció szintjén azt lehet mondani, hogy ez az árakba nem nagyon jelentkezett egy ilyen mértékű recessziónak a hatása. És hát ez nyilván annak részben annak a következménye, hogy a világ legtöbb országában, vagy legalábbis nagyon sok országban, mikor még a 2009-esnél is nagyobb mértékű fiskális és monetáris lapítással reagáltak erre a válságra a kormányok. Viszont azt láthatjuk, hogy nyilván a lezárások miatt, vagy részben a lezárások miatt is, mindenhol ugye nagyon magasra felszökött a megtakarítási ráta, tehát magyarán szóval hiába voltak jelentős fiskális stimulusok, amivel egyrészt sikerült ugye megmenteni egy csomó termelési kapacitást, illetve vállalkozásokat, de másrésztről viszont azért az van, hogy az emberek effektíve nem tudták elkölteni a pénzüket. És hát azért ez eléggé valószínűsíthető, hogy amikor majd eljutunk oda, hogy feloldják a korlátozásokat, akkor, hát akkor úgymond kiszabadul a szellem a palacból, tehát az emberek utazni akarnak, étterembe menni, mindent, amiről gyakorlatilag az elmúlt több mint egy évben le kellett mondaniuk. És hát jó eséllyel ugye ezeknek a fiskális stimulusoknak, illetve a fiskális monetáris politika élénkítés gyakorlatilag ekkor fog úgymond kikerülni úgy isten igazándiból a gazdaságban ennek a hatása. És hát ugye nagyon nagy kérdés, hogy ez mit fog okozni az infláció szintjén. Sok elemző attól fél, hogy ugye ez jelentősen begyorsítja majd az inflációt, és hát nyilván ugye akkor a világ legnagyobb jegybankjainak azért lehet, hogy át kell gondolnia majd az eddigi ultralaza monetáris politikáját. És hát nyilván ugye ez utána ki fog hatni mindenre, tehát a részvényárfolyamokra, a részvényekre, mindenre. Uh-huh. Úgyhogy leginkább ezért kulcskérdés most az infláció, és hát ugye láthattuk, ugye múlt héten jött ki a januári előzetes eurozóna infláció, hogy ez igen vaskos meglepetést okozott, méghozzá magasabb lett, mint a várt. Annak ellenére, hogy az előtte való héten a német előzetes adatot már publikálták, és ugye az is egy nagyon-nagyon nagy meglepetést okozott, tehát jóval magasabb lett a német infláció, mint a várt, és ugye ezt azért már az elemzők nyilván beépítették az eurozóna inflációjára vonatkozó várakozásaikba. És hát ennek ellenére lett a várakozásoknál magasabb. Mivel ugye részletek eddig nem ismertek, ezért részben mindenki csak találgat. Sokan azt mondják, hogy ez részben súlyváltoztatás,
Tehát ugye az, hogy a tavalyi évben nagyon átrendeződtek a fogyasztói kosár súlyai, mivel ugye bizonyos dolgokat nem nagyon lehetett vásárolni, mások iránt megfelrobbant a kereslet, hogy ez lehet a részben a súlyváltoztatások hatása is. Németországban van arra utaló jel, hogy gyakorlatilag az ilyen tehát a ruházati cikkeknél az évelei ilyen leárazások maradtak el, és hogy ez tolhatta föl az inflációt legalábbis részben. Tehát van sok teória, részletes adatok nélkül, vagy részletes adatok hiányában egyelőre nem lehet megmondani, hogy melyik a helytálló, és hát ugye azért van egy harmadik lehetőség is, hogy tényleg úgymond az ilyen alapfolyamatok szintjén is azért elkezdett gyorsulni az infláció. Úgyhogy hát mindezek miatt hát az USA inflációt is azért mindenféleképpen nagy várakozás övezi, illetve hát idehaza, hogy a pénteken jön a januári inflációs adat. Ugye nálunk sem kizárható, hogy azok a tényezők, amik ugye az eurozónát fölfele húzták, azok nálunk is majd meglepetést fognak okozni. Úgyhogy hát ugye a január az mindig egy ilyen, tehát annak esetben is egy ilyen komoly átározási időszak. Ugye a cégek sokszor akkor emelnek árakat, úgyhogy alapból is a szokásosnál bizonytalanabb a januári hónap, viszont ez a súlyváltoztatás, dohány jövedékkiadó emelés, stb. Miatt, hát most egy extra bizonytalanság van ebben a januári adatban, úgyhogy akár komolyabb meglepetés sem zárható ki a várakozásokhoz képest. Győző, egy hosszabb távot nézve, ugye egy időben nagyon-nagyon sokszor beszéltünk az inflációról annak kapcsán, hogy ugye megy a pénzjegy nyomda, és hát ez a közgazdaságtan tankönyvek szerint ez előbb-utóbb felpörgő inflációhoz vezet. Sőt, akár ugye riaggattak ilyen szuper, meg hiper, meg mindenféle inflációval. Hosszabb távra tekintve ez a veszély, ez így elmúlt? Tehát ezt a fejezetet lassan ki kell emelni a közgazdaságtan tankönyvekből? Hát ugye ez a úgymond a millió dolláros kérdés, mekkora lesz az infláció. Tehát azért ugye nyilván az elmúlt, hát azt mondom, hogy jó 20-25 évben azért a fejlett világban hozzászokhattunk ugye az alacsony inflációs környezethez. Viszont azért ez nem mindig volt így. Tehát azért a 70-es években Amerikában azért gyakran előfordul kétszámjegyű infláció. És ez nem csak az olajárobbanásoknak volt köszönhető, hanem úgymond az általános infláció is magas volt ebben az időben. Tehát ilyen értelemben nagy kérdés, hogy azok a tényezők, vagy azok a faktorok, amik a 70-es évek ilyen inflációs időszakát elhozták, az most is előfordulhat-e. Nyilván ez valószínűleg nem egyik napról másikra fog megtörténni, viszont olyan értelemben van egy csapda helyzet, hogy a 2009-es válság után valószínűleg azt tanulták meg a világvezetői, hogy a túl korán visszaszedett élénkítés az ugye nem jó. Ugye ezt láthattuk az eurozónában, és ugye ez vezetette a 2012-től úgy a dupla V alakú recesszió kialakulásához. Úgyhogy nyilván az a legnagyobb kockázat, hogy egész egyszerűen nem szedik vissza időben, ugye a növekedési félelmek miatt a fiskális stimulust, ami ugye szintén óriási mértékű, illetve hát és akkor hát emiatt ugye monetáris stimulus se tudják visszaszedni, hiszen azt az óriási finanszírozási igényt, amiből ugye elő kell teremteni, és hogyha a jegybank nem vásárol kötvényeket, akkor ugye elszállnak a finanszírozási költségek. Tehát, hogy ilyen értelemben ugye van egy ilyen körkörös hivatkozás a rendszerbe, és ugye amíg nem mernek belenyúlni, addig hát ez egy kockázat, hogy túlságosan feltöröghet, igen, az infláció emiatt. Oké, kiderül, mi lesz ebből. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát és szép napot kívánunk neked. Én is köszönöm. Szia. Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével beszélgettünk. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.